Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében a mai kicsit meleg alkonyon. Folyóparti sétára hívlak benneteket, kicsit enyhítve a forróságot. Egy jól ismert történettel készültem a mai nap. Szokás szerint vívódtam is, harcoltam is, és ebből szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Talán a címből kitalálhattátok, hogy Elizeus próféta egyik történetéről van szó, ami írva van a Királyok második könyvének 6. részében. Innen szeretném az első 7 verset felolvasni. Tehát a Királyok második könyve 6. rész első 7 verse. És mondták a próféták fiai Elizeusnak: íme ez a hely, ahol nálad lakunk, igen szoros nekünk. Hadd menjünk el, kérlek, a Jordán mellé, hogy mindegyikünk egy-egy fát hozzon onnan, hogy ott valami hajlékot építsünk magunknak, amelyben lakunk. És mondta: menjetek el. És mondta egy közülük: nyugodj meg rajta, és jöjj el a te szolgáiddal. És mondta: én is elmegyek. És elment velük, és mentek a Jordán mellé, és ott fákat vágtak. És történt, hogy mikor egy közülük egy fát levágott, a fejsze belesett a vízbe. Akkor kiáltott, és ezt mondta: jaj, jaj, édes uram, pedig ezt is kölcsön kértem. És mondta az Isten embere: hová esett? És akkor megmutatta neki a helyet, levágott egy fát, utánozotta, és a fejsze feljött a víz színére. És mondta neki: vedd ki, és kinyújtva a kezét, kivette azt. Ahogy mondtam, ez egy biztosan jól ismert történet, és azért is érdekes, mert rengeteg olyan üzenet van benne, rengeteg olyan tanulsága van, amit ma ki sem fogunk tudni meríteni. Én egy szempontból szeretném most a fókuszt helyezni a növekedésre, illetve a növekedésnek a nehézségeire, akadályaira, és hogy miért is van az, hogy a hívő életünk, a megtérésünk, újjászületésünk után elkezd szépen, normál esetben növekedni, megyünk előre az Úr útján. A különböző állomásokról már beszéltem az elmúlt időszakokban, és most elsősorban a szolgálatra szeretném a hangsúlyt fektetni, és mégis azt látjuk, hogy eltelik egy idő, és valahogy megakad ez a növekedés, valahogy nem mennek jól a dolgok, és úgy érezzük, hogy valamit elvesztettünk, valami hiányzik. És az a történet arról szól, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat visszaszerezni, hogyan tudjuk visszatalálni azokat a dolgokat, amelyeket Istentől kölcsön kaptunk, amelyeket Istentől kaptunk, hogy növekedjünk, hogy épüljünk, másokat is építsünk a szolgálatunkkal. És ha picit majd mélyebben beleássuk, akkor látni fogjuk, ez egy rendkívüli profétikus üzenet a mai kor egyházának. Nagyon nagy üzeneteket tartalmaz a végidő kihívásaival kapcsolatban is, és fontos, hogy meglássuk azokat a szellemi igazságokat, amelyeket Isten tanulságunkra is megíratott ebben a kis történetben, attól függően, hogy ez egy fizikálisan, valóságosan is megtörtént esemény, mégis nagyon sok szellemi igazság és alapelvet tartalmaz számunkra. Ugye itt a főszereplő, akiről olvasunk itt, ugye Elizeus próféta, őről tudjuk, hogy ő az Ábel-meholai Sáfátnak a fia volt, Illésnek a tanítványa, ő az, aki miután Illés beadja a mennyországba a felmondó levelet, hogy ő többet nem végzi a prófétai szolgálatot, akkor az Úr mondja neki, hogy rendben van, akkor kinevezünk egy tartalékot helyetted, és akkor Isten elvezeti őt Elizeushoz, aki otthagyja a szülői házat, és Illés szolgálatára áll, és tulajdonképpen Illés keze alatt nevekedik fel olyan szolgálóvá, amely itt is látjuk. Illésnek a szolgálata rendkívüli volt abban az értelemben, hogy ugye Izrael megújításában próbált részt venni, Isten munkatársa lenni, és mert ez látszólagos eredménytelenségé süllyedt, Isten mégis azzal a dicsőséggel áldotta meg őt, hogy elevenen Énokhoz hasonlóan, akikről a múlt alkalommal már többször is hallottunk, ugye Énokhoz hasonlóan Isten elragadta őt, és innentől kezdve Elizeus veszi át azt a szerepet, amelyet korábban Illés betöltött. A szolgálat ideje az körülbelül olyan 55-60 év volt, tehát a Krisztus előtt 850-től körülbelül Krisztus előtt 790-795-ig végzi a szolgálatát, tehát egy körülbelül 55-60 éves szolgálata van. Az elhívása idején ugye már érett férfi, aki az ökrök mellett dolgozik, tehát mintegy 80 éves koráig, 85 éves koráig élt ez a próféta, és itt olvashatjuk, hogy nagyon érdekes módon nem is mindig prófétának hívják, hanem a úgynevezett Ishael Ohimnak, vagyis az Istennek az embere. Ez egy kitüntető cím volt mindig a ókori Izraelben, ugyanis ez azt jelentette, hogy egy olyan szeméről van szó, aki Istennek a megbízottja, Istennek a felkentje, aki Isten nevében jár, Isten nevében, Isten erejével szolgál, és nagyon sokszor így hívták ezeket az embereket. Van még egy másik típusa is, az Isharuach, a szellemnek az emberei, szó szerint a szellemtől vezetett emberek.
a prófétákat, így is nevezték, erről például Hóseás prófétánál is olvasunk. És ugye nagyon érdekes, hogy Elizeus megkapta azt a kegyelmet az Úrtól, amit kért is, hogy a illésben lévő kenet kétszeresét kapja meg. És az azért is volt fontos, mert míg illésnél 8, addig Elizeusnál 16 természet fölötti csodát találunk a Szentírásban, tehát valóban ez a kétszeres mérték és ez a kétszeres kenet megjelent, és ha majd Bibliát tanulmányoztok, nézzétek meg, hogy milyen sok esemény van Illés vagy Elizeus életében, ami megjelenik az evangéliumokban is szinte párhuzamosan, amelyeket Jézus is tett. És itt azt látjuk a történetben, nagy valószínűséggel Samáriában vagyunk, Samáriában játszódik ez a történet, hiszen ott van a északi országrésznek a fővárosa, ami ugye 930-ban ketté szakad Salamon halála után, és a terület kicsivé válik a proféták számára. Azt tudjuk, hogy Elizeus nem csak Illésnek volt a szellemi örökös, hanem Sámuelnek is, és Sámueltől veszi át tulajdonképpen a prófétaiskoláknak a látását, üzemeltetését, ahogy ezt Illés is gyakorolta, bár amikor a nagy üldözés időszaka volt, ugye Akháb idejében, akkor barlangokba bújdostak meg minden, akkor nem volt éppen jó a északi országrészben a proféták dolga. De itt azt látjuk, hogy valószínűleg Samáriában vannak, de voltak ilyen iskolák ugye Gilgában, és találunk erre utalásokat, vagy éppen mondjuk Bételben, Jerikóban, vagy Gibeában, tehát elég sok helyen voltak ezek a proféta iskolák, és ezt a fajta örökséget viszi tovább Elizeus, és azt látjuk itt, hogy egy kellemes problémával találkoznak, hogy a hely szűké vált. Tehát Samáriában nem tudtak meglenni, érdekes módon rabbinikus kommentárokat nézegettem, és ugye egyből a gondolkodás volt, hogy biztos drága volt a város, nem volt élhető, nem lehetett jól megélni a szegény proféta fiaknak, és ezért inkább a vízparti helyeket választák, meg egy picikét úgy távolabb a fővárostól. Nem tudjuk pontosan, mi volt az oka, de a lényeg az, hogy szűkössé vált a hely, és Elizeus lesz majd itt a főszereplőnek a történetnek a kibontakozásában, és hogy látjuk majd előre menni az eseményeket, megfigyelhetjük azokat a lépéseket, amelyek egy prófétai szolgálatban rendkívül fontosak, a vezetők számára mennyire fontos, és mennyire fontos Isten népének a tagjai, hogy hogyan és milyen módon viszonyulnak a vezetőkhöz. És Elizeus csodáiban ezen kívül is azt lehet látni, hogy Elizeusban az az irgalmasság volt, és az a fajta könyörületesség volt, ami majd Krisztusban is megjelenik. Az a fajta kenettel lett felkenve, amely ugye Jézus is fel lett kenve, és ezért látjuk azt, hogy az éhes özvegyek a gyermektelenek számára prófétál és fiakat szül, halottakat támaszt fel, tehát rendkívüli módon és dinamikusan képvisel Istennek az igéjét és Istennek az igazságait. És a történetnek a egyik tanulsága majd az lesz, hogy az Isten szolgálatában és a növekedésben nekünk is részt kell venni, fakivágásban kell részt vennünk, csak az a baj, hogy sokszor ilyen vallásos fakivágás van, meg illegális fakitermelés van az egyházakban, és ez nem mindig szokott jóra vezetni, nem mindig van növekedés. Erről esetleg majd az erdész testvéreket meg lehet kérdezni, hogy hogyan működnek ezek a tevékenységek a mai világban, abban az időben elsősorban ugye fejszével vagy fűrésszel végezték. Jó, tehát az első kellemes probléma, amiről itt olvasunk, hogy növekedés. Ez egy olyan probléma, amivel sok vezető szívesen szembenéz. Egy jó vezető. Ugye? A növekedés az egy gyülekezetben mindig azt jelenti, hogy áldott állapotban van a gyülekezet. Az egy kellemes probléma, és az egy jó dolog, hogyha egy vezetőknek ezzel kell szembenézni, és a terjeszkedés és a spirituális növekedés az teljesen természetes Isten népe számára, hiszen pont arra vagyunk elhívva, hogy mind a személyes életünkben, mind a közösség életünkben, mind az Isten királyságának az építésében ezt a fajta dinamikus növekedést tudjuk biztosítani. Nyilvánvalóan vannak olyan időszakok, vannak olyan helyzetek, vagy vannak olyan réteg missziók, ahol nem mindig van ez, ugye különbséget kell tenni a növekedés és az ébredés között. A növekedés az mindig egy ilyen tartós, stabil, viszonylag kiszámítható létszámgyarapodás, míg az ébredés, amikor egyszerűen nagy tömeg bezúdul a gyülekezetbe és az egyházba, és ugye nagyon sokat imádkozunk ezért, meg kérjük is az Úrtól, hogy adjon ébredést, akkor mindig az első kérdés bennem, nem a hitetlenségből beszélek, hanem hogy fogjuk ezt kezelni és megoldani. Itt is egy viszonylag egyszerű probléma volt a helynek a szűkössége, de ezt valahogy kezelni kellett. Ézsaiás 54.2-ben azt olvashatjuk, szélesíts ki sátorod helyét és hajlékaidnak kárpitját, terjesszék ki, ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet és erősítsd meg szegeidet.
Hát a proféták is arra bátorítanak, hogy a gyülekezetnek terjeszkedni kell, növekedni kell, szaporodni kell, és el kell foglalni azt a helyet, amit Isten számára azon a helyen és azon a területen kirendelt. Nagyon érdekes megfigyelni ezt a növekedést abból a szempontból is, hogy ugye a mi Bibliánk az különböző fejezetekre, meg igeversekre van felbontva, de ugye ez a kezdeti időszakban nem így volt. És ha megfigyelitek, ha lecsupaszítjátok, most leveszitek a fejezeteket, akkor azt látjátok, hogy ez a történet azzal kezdődik, hogy egy másik történet véget ér. És ez, amiről múltkor Bereszkilos barátom beszélt, csak ugye az elejét szolgált belőle, Naamán történetéből, a szíriai hadsereg parancsnok, hogy a végén Géházi egy kis maszek beszerző útra indul, egy jóléti próféta akart lenni, és majd ő begyűjti ezeket a különböző javakat, amit a próféta visszautasított, és Géházi leprássá válik, és ki lesz zárva a közösségből, elhagyja a prófétáknak a közösségét, és ezután olvashatunk arról, hogy növekedés és ébredés van. Ez rendkívül fontos, hogy amíg egy egyházban, amíg egy közösségben, egy gyülekezetben ott van a bűn, megtűrik a bűnt, nem kezelik a bűnt, nem lehet növekedést generálni és biztosítani. A bűn, ha meg kell egy gyülekezetben, meg kell, mint egy kovász, akkor óriási pusztítást és károkat tud végezni. De amikor a bűnt eltávolítjuk, kiszorítjuk az életünkből és a közösségi életünkből, és a szentség útján kezdünk el járni, hogy ezek a proféták is elkezdtek járni, és látjuk, hogy milyen dinamikusan mennek az események, nincs veszekedés, nincs vitatkozás, teljes összhang van, teljes egyetértés van. Na ilyen az, amikor Istentől van egy növekedés, Istentől van egy ébredés, és a bűnnek nincs helye ezen a helyen és ebben a közösségben. Géházinak el kellett mennie onnan, hogy ezek a proféta fiak egyfajta ébredést és növekedést éljenek át. És nagyon érdekes, hogy ugye szintén a rabbinikus Agadában, Halakhában olvashattunk ezekről, hogy Géházi tulajdonképpen beállt mindig az ajtóba, és nem engedte, hogy a próféta fiak bemenjenek a próféta elé, hogy ott hallgassák a tanítását, és emiatt is volt megakadva tulajdonképpen ez a fajta növekedés. A pontos létszámukat nem tudjuk, hogy mennyien lehettek. Tehát Isten arra hív el bennünket személyesen is, és közösségileg is, hogy nőjük ki a helyünket, gyarapodjunk, sokasodjunk, növekedjünk, és nem arra hívott el bennünket, hogy stagnáljunk, megrekedjünk, vagy emlékművé váljunk. Én vagyok a gyülekezet emlékműve. Isten nem erre hívott el bennünket. Az oszlopos tag nem ezt jelenti. Oszlopos tag az teljesen más jelent a bibliai értelemben, ezt majd a Galata 2-ben, illetve 1-ben majd olvassátok el. És az a nagy tanulság ebben, hogyha mindig egy helyen maradsz, mindig benne maradsz egy szituációban és egy helyzetben, és nem lépsz Isten vezetésére és Isten kezdeményezésére, és mindig azt teszel, amit eddig is tettél, akkor nem lesz biztosítva a növekedésed. Tehát amikor Isten indít, amikor Isten valahova küld, valamire felkér, valamire indít, vagy mozdítja a szívedet, imádkozz meg, és kezd el megtenni. Lehet, hogy hitlépéseket kell tenned a növekedés érdekében, de meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyek kibillentenek a megszokott komfortzónából. És az Új Szövetségben is látjuk ezt, illetve az Ószövetségben is több történetben, hogy sokszor, amikor Isten előre akart vinni bizonyos dolgokat, akár a nép életében, vagy akár egy-egy személy életében, nagyon sokszor kibillentette a komfortzónájából, nagyon sokszor olyan helyzetbe hozta bele, amikor valamilyen kényszerből is, de valami választ kellett adni rá, és ilyenkor Isten kegyelméből nagyon sokszor a lehető legjobb dolgok jöttek ki ebből a helyzetből. Ezért fontos, hogy amikor Isten indít és vezet bennünket, akkor engedelmeskedjünk neki. És azt látjuk a történetből a növekedés ellenére, hogy Izraelben, az északi ország részben nem jók a világi körülmények. Ha megnézitek a történetnek a egész milliójét és a szöveg összefüggését, akkor azt látjuk, hogy báványimádó királyok követik egymást, alig 2-3 generáció telik el, Akháb és Jézabel behozzák Baál és Astarte kultuszát, vannak már proféták, akik Jézabel asztalára lesznek, ezt az Új Szövetségi Egyház sem engedheti meg, Jelenések könyvében is tiltja, hogy Jézabel asztaláról nincs kajálás, tehát az ilyen McDonald's-os cuccokat félretesszük, és maradunk Isten igaz igényénél. Rablóbandák járják az országot, állandóan elhurcolják az embereket, nagyon sok adósrabszolga van, múltkori szolgálatban is hallottuk, hogy gyermekeket rabolnak el rabszolgapiacra, viszik őket, tehát teljesen egy instabil környezet van, és ráadásul Istennek az embereit, a prófétákat üldözik, úgy kell nekik menekülniük és elrejtőzniük, és mégis ilyen körülmények között Isten mit ad? Ébredést. A kérdés mindig az, hogy amikor ilyen helyzet van, és a mai világban is lehetne 20 000 okot sorolni arra, hogy ilyen
mit tudom én, liberális hegemónia van, ilyen szélső baloldal van, ilyen ideológiák, ilyen elméletek vannak, és el lehet ezzel foglalkozni, lehet ezzel jókat elmélkedni, vitatkozni és veszekedni, csak közben nem növekszünk. És ezek a proféták nem erre néztek, hogy mi van körülöttük, hanem hogy Isten mit üzen nekik, és Isten elkezdte őket növelni, elkezdte őket felépíteni, és egyre többen csatlakoztak hozzájuk ebben az igencsak nehéz időszakban is. Tehát az, hogy most nehéz körülmények vannak, vagy esetleg nem biztos, hogy már lassan Európában se jó kereszténynek lenni, hogy Isten nem tud adni növekedést, mert Isten tud adni. Csak kérdés az, hogy hova nézünk, hova vetjük a tekintetünket, és ebben többek között kezdetben Illést, majd pedig Isten Elízeust használja. Két olyan személy tűnik fel a történelem színpadán ebben az időben, Izrael államának, vagy igen, tehát Izrael kettészakadása után, amihez Mózeshez hasonló kaliberű személyek lépnek fel, és ez a korszak, ami lejátszódik ez alatt a kb. 80-90 év alatt Illés és Elízeus szolgálatában, ez rengeteg ponton párhuzamba vonható az újszövetségi kornak az időszakával. Azok a jelek és a csodák, azok a természet fölötti események, azok a növekedések, azok az üldöztetések elleni megmaradások Isten népének, hogy 7000 ember nem hajt térdet ebben az időszakban sem, amikor tényleg kivégzéssel fenyegetik őket, ez Istennek a hatalmas kegyelme volt. És még két ilyen nagy kaliberű szolgáló sem tudta megállítani azt az erkölcsi romlást és azt az erkölcsi lejtőt, amin Izrael elindult, és majd tudjuk, hogy 722-ben Asszíria fogságra is viszi őket. Tehát gyakorlatilag Elízeus halála után 70 évvel már nincs Izrael országa sem. Az északi ország rész megszűnik. Pedig Isten 89 éven keresztül folyamatosan biztosította számukra a lehetőséget a megtérésre, a megújulásra, a helyreállásra, és nem ezt választották. És ez intő példa számunkra is, hogy amikor Isten küldi az ő szolgáit, küldi az ő embereit nehéz, kritikus helyzetekben, szituációkban, hogy hogyan reagálunk. Ahhoz a 7000-hez tartozunk, akik nem hajtunk térdet a Baálnak, vagy pedig behódolunk a körülmények, és azt mondjuk, hogy hát ebbe a helyzetbe úgy se tehetünk semmit, meghúzzuk magunkat, lapítunk egy kicsit, aztán reméljük a legjobbat, hogy az Úr Jézus visszajön, és akkor megoldódnak a problémáink. Ahogy mondtam, az új szövetség egyház az nem defenzív, hanem offenzív, tehát mi támadó állásban vagyunk. Tehát a kérdés az, hogy amikor nehézségek vannak, problémák vannak, akkor hova nézünk? A növekedést adó Istenre, vagy pedig a földi és a világi körülményekre? Pál apostol úgy fogalmazza meg ugye a Korintusi levél 3. részében, hogy én plantáltam, Apollós öntözött, de Isten adja a növekedést. Úgyhogy semmi nem számítok, se nem Apollós, hanem csak egyedül a növekedést adó Isten. Tehát nem lehet olyan helyzet, hogy Isten ne tudna növekedést adni. A legnagyobb keresztény üldözések idején a második és a harmadik században, ugye 10 hullámban volt nagy egyház üldözés a Római Birodalomban, nem úgy kevesen lettek a keresztények, hanem még többen lettek. Mert Isten még akkor is, hogyha megöltek egy mártírt, akkor 10 tértek meg a bizonyságára. Tehát valahogy Isten fordított arányosságba növelte a gyülekezetet az elhaltaknak a számával. És ez csak azért volt lehetséges, mert a növekedést az Isten adja, nem mi kényszerítjük ki. Jó, tehát fontos, hogy ebben a növekedésben gondolkozzunk, és ez a növekedés legyen ott az életünkben, a prioritásunkban, és amikor egy hívő elfeledkezik arról, hogy a szolgálatban, a jellememben, az Isten dolgaiban nekem növekednem kell, előrébb kell lépnem, haladnom kell, nem kéne ott tartanom már, ahol 5-10 vagy 15 éve tartottam, akkor mindig legyen előttünk ez a történet, és látni fogjuk, hogy mennyire bátorító ez a prófétai szó, hogy helyre lehet hozni valamennyire dolgokat, Isten vissza tud adni elveszett dolgokat, amelyeket tőle kaptunk. Aztán láttunk itt egy bátorító üzenetet, ugye az egyik kis próféta legényke, nem tudjuk hány éves volt, nem tudjuk milyen végzettsége van, ebben az időben azért ugye a fiúk még sok mindenhez értettek, a mai fiatalok már általában a nyomkodáshoz értenek, a gombokhoz, abban az időben még úgy kicsikét úgy jobban értettek a dolgokhoz. Azt látjuk, hogy ezek a próféta fiak kezdeményezők voltak. Elízeus javasolta, hogy építsenek egy másik hajlékot? Nem. Meghagyta a kezdeményezést a fiataloknak, és ezek a fiatalokon látszott, hogy teljesen bátrak voltak, hogy próféta, ez a hely kicsi, csináljunk egy nagyobbat, kicsikét költözzünk arrébb, és volt véleményük, volt látásuk, és egy egészséges gyülekezetet ez jellemez. Hogy amikor van ugyan egy vezetés, egy vezetőség, de a gyülekezeti tagok is kezdeményezzek. Pásztor, vezetők, van egy látásom, van egy elhívásom, Istentől kaptam egy dolgot, hogy látjátok, vizsgáljuk meg. Nem kell félni attól, hogy Isten valamit a szívedre helyezett. Jó, van a gyülekezetünknek, ugye tudjuk, minden évben nem véletlenül van látásnapunk, van a gyülekezetnek egy alaplátása, egy stratégiája, amit Istentől vettünk el.
de én hiszem azt, hogyha valakit ide helyezett az Úr, akkor olyan elhívásokat kap, olyan szolgálatokat fog rábízni az Úr, és olyan kezdeményezéseket, ami bele fog illeszkedni ebbe a látásba. Még lehet akkor is, hogy egy kicsikét ilyen furcsának tűnik, vagy esetleg nem szokványos dologról van szó. Itt éppen Tamásra nézek, mert szokott lenni néhány ilyen érdekes ötlet, ami nagyon-nagyon jó, csak szokatlan. És egy jó vezető, illetve jó vezetés arról ismerszik meg, hogy ezeket a dolgokat nem folytja el csírába, hanem megvizsgálja őket. És amikor azt látja, hogy ez tényleg az Úrtól van, ez tényleg Istentől van, akkor bátorítólag és támogatólag lép fel. És ma gyülekezetek szenvednek attól, rogyadoznak a gyülekezetek attól, és vannak kilátástalan helyzetben, mert 2-3 személy úgy döntött, hogy övék az egész gyülekezet, csak az van, amit ők mondanak, csak az van, amit ők prédikálnak, nincsen önálló kezdeményezés, nincsen látás, nincsen önálló szolgálat, mindent kézben akarnak tartani. Itt pedig Elízeus azt mondja, fiúk, menjetek, csináljátok. Van eszközötök, van elhívásotok, támogatlak benneteket, nagyon jó az ötlet, amit egyébként kitaláltatok, igazatok van, tényleg szűkös a hely. Menjétek, csináljátok. Én már lehet, hogy kicsikét idősebb vagyok, nem tudok úgy mozogni, de menjetek, csináljátok. És bátran elengedi őket. Hasonlóan ahhoz, amit Jézus tett a tanítványokkal, igaz? Nem ment velük Jézus. Kiküldte őket kettesével, aztán amikor visszajöttek, akkor szépen beszámoltak. Azért mondtam, hogy sok párhuzam van Elízeus szolgálata és Jézusnak a szolgálata között. Tehát, és itt ugye mondja Elízeus, hogy menjetek, csináljátok. Ez a fajta profétikus, bátorító szolgálat a gyülekezetben, és különösen az utolsó időkben rendkívül fontos lesz. Nagyon sok megfáradt, elcsigázott, elcsüggett keresztény van, aki nem látja a szolgálatának az értelmét, nem látja azt, hogy Isten mire is hívott el engemet. Vannak jó gondolatai és ötletei, de úgy érzi, hogy nem tud kiteljesedni ebben vagy abban a dologban, és ilyenkor rendkívül fontos, hogy az Elízeusok fellépjenek, akik odaállnak, segítenek, támogatnak, bátorítják, ha kell, segítenek neki, megvizsgálják, hogy tényleg az Úrtól van-e, és akkor beáll Istennek a szolgálatába, Istennek a munkájába. Ne féljetek kezdeményezni. Emlékszem, hogy friss megtért voltam, körülbelül azt hiszem egy fél évben vagy egy év voltam a gyülekezet tagja, és akkor egy kis misszióállomáson voltunk, és valami dolgot kellett megbeszélni, és hát nekem is volt egy véleményem, és hát nem mertem mondani, hát friss megtért voltam, ott voltak 15-20-30 megtért testvérek, és akkor látták, hogy azért úgy mondanék, hogy mondja nyugodtan, hát mondom, én most éltem meg, mondom, kezdi. Mi az, hogy most értél meg? Isten gyermeke vagy gyülekezethez tartozó? Ugyanolyan szavar van, mint nekünk. Szépen helyre pakoltak, aztán elmondtam. Hát az, hogy valaki friss megtért, vagy régi megtért, az ebből a szempontból teljesen mellékes, sőt, sokszor akik frissen megtértek, hozzák az új tüzet, hozzák az új lelkesedést, hozzák az új biblikus látásokat, azokat fontos, hogy támogassuk, segítsük, mert azáltal a gyülekezet is gazdagodik, gyarapszik, nem kell azonnal ledorongolni őket, hogy ma mi ezt jobban tudjuk, ne foglalkozzál vele, ezt majd mi majd eldöntjük, meg ilyenek, nem. Fontos, hogyha Istentől van vezetésed és látásod, oszd meg bátran, és amiben csak lehet, segítjük ezt a dolgot. És ugye Elízeus, ahogy támogatja és bátorítja őket, ugye nagy bátorságot vesznek. Igen, ám csak az egyik próféta fiú azért mondja Elízeusnak, hogy hát oké, jó, megyünk, de azért gyere el velünk te is. Azért ez egyfajta alázatot is bemutat a próféta fiakkal szembe, mert nem úgy voltak fele, na, itt hagyjuk az öreget, megyünk, bulizunk egy jót, aztán közben kivágunk egy-két fát, jó fogjuk magunkat érezni. Nem, hanem tisztelték a tekintélyt. Elfogadták Elízeusnak a jelenlétét. Elízeus egy olyan próféta volt, bármennyire is akármán idősödő lehetett, hogy jó volt a jelenlétével lenni. És Isten emberei ilyenek, hogy jó a közelükben lenni. Lehet, hogy nem csinál idézőjelbe semmit, de ott van. És a történetből ugye kivilágdik, hogy milyen jó, hogy ott volt Elízeus. Minden problémát megoldott Isten rajta keresztül, ami a növekedés során, az építkezés vagy a fakivágás során felmerülhetett. Jó, hogy ott volt. És egy jó vezető, ugye ez az egyik fontos tulajdonsága, hogy hát is adja a szolgálatát, vagy valakit megbíz szolgálattal, elérhető. A közelben van. Ha segítségre van szükség, ha valamiben elakad a kis tanonc, akkor elérhetővé válik. Jézus is mindig ugyanezt tette. Valami gond volt, oda mentek hozzá, Jézus elmondta, hogy ez ezt jelenti, ez azt jelenti, így csináljátok, úgy csináljátok. Jézus is szépen mindent elmagyarázott, elérhető volt mindig a tanítványok számára. És Elízeus is volt annyira alázatos, Elízeus is volt annyira szolgálatkész, hogy elment velük. Mert ő is jól érezte magát ezekkel a fiatalokkal, ezekkel a kis tanítványokkal. És nagyon érdekes, hogy mondtam, hogy Illésnek volt a tanítványa, és Elízeusnál nem látunk ilyen tanítvány kinevelést. Ugye Géházi volt az, aki talán a leganspiránsabb jelölt volt erre a dologra, és miután ugye ez a
eset bekövetkezett vele, utána már nem is olvasunk arról, hogy bárki is ilyen közel lett volna Elizeushoz, mint Géházi. Tehát óriási tragédia ez, hogy Elizeus nem tudta továbbadni azt a szolgálatát, azt a kenetet, ami benne volt a következő generációnak. Pedig tényleg sok ember az Úré volt itt, sok próféta fiú volt, sokan odaszántak voltak az Úrét, ezzel semmi probléma nem volt, de senki nem volt, aki fel tudott volna úgy növekedni mellette, aki tovább tudta volna vinni az ő elhívását, az ő látását. És nem is olvassuk, hogy Isten megkérte volna őt arra, hogy valamelyik prófétát, tanítványt válassza ki bármilyen szolgálatra is. Tehát a történet innen ugye egyszerűen folytatódik, kimennek a Jordán partjára, elkezdik a fakitermelést, ugye abban az időben ilyen vasfejszékkel vagy ilyen fűrésszel dolgoztak, és ez a fejsze egy rendkívül értékes dolog volt, tehát nem az volt, hogy lementek a praktikelbe, meg az obibosz vettek egy szatyorra, kimentek, és akkor nekiálltak ott csépelni a fát, hanem egy elég drága eszköz volt, különösen ugye a vaskor második időszakában vagyunk, és azért nem mindennapos eszköz volt. Emlékezhetünk, hogy amikor Saul története játszódik, akkor kovács is csak a filiszteusoknál volt, tehát Izraelben inkább, jól emlékszem, a bronzot használták ebben az időszakban, és nem is a vasat. És egy rendkívül értékes szerszám volt, ami munka közben a folyóba esett, és itt kezdődött ugye a probléma is a történetben, itt jön egy ilyen váltás, amikor látszólag jól menő dolgok valahogy félresiklanak, valahogy nem úgy működnek, ahogy kell. A Prédikátor 10:7-ben azt olvashatjuk. Ha vas megtompul és nem köszörülük ki az élét, akkor az embernek jobban meg kell feszíteni erejét. A bölcsesség pedig minden dolog ellentézésénél eredményre vezet. Prédikátor 10:7, ez a Károli fordítás szerint van. Ezt azért idéztem, mert az, hogy bekövetkezik egy probléma vagy egy tragédia, az nem feltétlenül azonnal következik be. Annak mindig van egy előzménye. Ugye itt is a fejszével vágtak, és ugye az egyik ilyen leggyakoribb probléma, hogy a fejsze fej kilazul a nyélből. Külön mózesi törvény volt arra, hogy ha valaki így utaljon valakit, hogy elrepül a fejszének a feje, akkor menedékvárosba kell neki menekülni, mert nem szándékos gyilkosság történt, hanem baleset. És itt is lehet, hogy pontosan ugye nincsen leírva, de valahogy az a fejszefej lerepült, valami bekövetkezett itt a munkavégzés során, ami miatt bekövetkezett a tragédia. És ugye a Prédikátor írója azt mondja, hogy ha a vas megtompul és nem köszörülik, az embernek jobban meg kell feszíteni az erejét. Tehát nem tudom, dolgozottam már valaki életlen fejszével. Mert én próbáltam már. Fú, -2 kiló. Hát az azért az nem gyenge volt, mikor ott az udvaron hasogatni kellett egy-két dolgot a szalonasütéshez. Nem kóser kaja volt. Mindegy. És sokszor, amikor ez a nagy erőködés megy a fejszével, nem tudja végezni jól a dolgát, akkor szokott kilazulni általában a fejszefej, és hogyha valaki nem figyel oda rá, hanem bele van vetve a munkába, teljesen el van havazva, meg teljesítményre dolgozik, ilyen Stahanov kategória, akkor üti, vágja, csépel, és mi észreveszi, elrepül a fejszefej. Tehát nem azonnal következik be a tragédia, hanem vannak jelek, és amikor nincsen bölcsességünk, akkor előfordulhat, hogy keményebben dolgozunk ahelyett, hogy okosabban dolgoznánk. Akkor mindig probléma van, amikor nem a józan paraszt érzünket használjuk, hanem próbáljuk a fizikai erőnket. Tehát amikor a növekedésben egy probléma bekövetkezik, annak majdnem mindig vannak egy előzményei. Vannak figyelmeztető jelek, amikre oda kell figyelni. Valamikor azzal kezdődik, hogy elveszítjük a látásunkat az Úrról, elveszítjük a fókuszunkat. Valamikor ekkor is elkezd meglazulni a fejszének a feje, elveszítjük a prioritásunkat, elveszítjük a szenvedélyünket. Elveszítjük a gyülekezettel való közösséget és kapcsolatot, elveszítjük azt a fajta szellemi érzékenységet, azt a szeretetteljes szívet, könyörületes gondolkodásmódot, ami jellemez bennünket, és ezek mindig szépen, nagyon lassan, óvatosan kezdenek el beszivárogni az életünkbe, és higgyétek el, amikor elkezd lazulni a fejszefej, a sátán ezt mindig kihasználja, és mindig jön ezekkel az apró dolgokkal, és higgyétek el, segíteni fog abban, hogy az életünkbe valami probléma történjen. És gyülekezeti szinten is probléma szokott lenni, hogy mondtam, hogy sok vallásos fakivágás zajlik manapság, és nagyon sok gyülekezet látás nélkül, erőlködve, látszólagos keresztény munkát végezve végzi a fakitermelést a Jordánnak a partján, csak se fa nincs kidöntve, se épület nem készült el, de látszólag mindent úgy csinálnak, ahogy a nagykönyvben meg van írva. És ugye megtörténik a probléma, megtörténik a látszólagos tragédia,
a fejszefej belesik a vízbe, és hogy mondtam, hogy ez a mai korban ez nem tűnik olyan nagy tragédiának, hogy most egy fejsze tönkrement, vagy tönkrement egy fúrófej, vagy valami ilyesmi tönkremegy. Mai korban ezt nem veszük olyan tragikusan. De ebben az időben itt látjuk ugye a történetben, hogy egyrészt ezt a próféta fiú ezt a fejszét kölcsön kérte. Az eredeti héberben egy olyan szó is úgy is szerepel, hogy koldultam, kikönyörögtem, kirimánkodtam, tehát kézzel-lábbal valakitől be tudott szerezni egy ilyen fejszét, és ugye mivel elvesztette, ezért fennállt az a veszély is, hogy kártérítést kell neki fizetni. De ha kártérítést nem tud fizetni, akkor következett volna az adósrabszolgaság. De abban az időben ez nem játék volt. Tehát nem véletlenül ilyet meg majd a próféta fiú ettől az eseménytől. És ami nagyon érdekes, hogy ha megfigyeljétek a történetet, itt látszólag minden úgymond az Isten vezetés és irányítás alatt van. A növekedés is, a prófétai egyetértés is, a kiküldés a szolgálatra. És az egyik ilyen tanulság ennek a történetnek, hogy attól még, hogy az Isten munkájában vagy, az Isten szolgálatában vagy, nem biztos, hogy nem lesznek kudarcok és nehézségek. Nem biztos, hogy ha sokat végzel szolgálatot az Úrért, nem fog valami kudarc vagy nehézség bejönni az életedbe, hogy nem lehetnek kudarcok vagy sikertelenségek. Nézzétek meg a tanítványokat. Mikor Jézus kiküldi először őket, Uram, még a démonok is engednek a nevednek, így meg úgy, minden nagyon jó, halottak, feltámadnak, ez meg az, és amikor ugye fenn vannak a megdicsőülés hegyén, Jézus lejön, mivel szembesül, hogy a tanítványok nem tudták kiűzni a holdkóros fiúból a démont. Isten szolgálatában voltak? Persze. Krisztus küldte ki őket? Igen. Mi történt? Egy kudarc. Még látszólag Isten dolgát végezték, és mégis a szolgálatukban bekövetkezett egy kudarc. Vagy ha megnézzük, amiről korábban már szolgáltam, Pálnak az aténi missziója. A korábbi helyeken virágzó gyülekezetek jönnek létre, 10-20-50-100 fős közösségek, házi csoportok, Aténban 2-3 megtérőről olvasunk. Egy kudarcos szolgálata volt. Aztán Korintusba korrigálja ezt a dolgot, beismeri, hogy ezekkel ezt félretesszük, most már csak Krisztus keresztje van a középpontban, tanult a hibáiból. Vagy Pálnak az élete végén azt olvashatjuk, hogy a kis ázsiai gyülekezetek minden fordultak tőle. Ő plantálta, ő hozta létre őket, az ő szolgálata nyomán született meg a legtöbb kis ázsiai közösség, és azt látjuk, hogy minden fordultak tőle. És ha megnézzétek a 2. Korintus 12-ben, illetve a különösen a 2. Korintus levélben, hogy Pál apostol mennyi nehézséget, problémát, nyűgöt, zűrzavart ér át az életében, a gyülekezetek problémáitól kezdve, a tévtanítótól kezdve, az üldözéstől kezdve, a megkövezéstől kezdve, rengeteg mindent felsorol, pedig mit olvasunk? Ő Istennek a embere volt. Hát az, hogy Isten munkájában vagy, Isten szolgálatában vagy, a növekedéseden dolgozol, az nem jelenti azt, hogy nem lehetnek kudarcok, nem lehetnek sikertelenségek, nem lehetnek problémák. Vadkarizmatikus testvérek nem tudnak mit kezdeni azzal az igével, amit Pál apostol ír, hogy el akartam már menni hozzátok egy pár szó, de megakadályozott a sátán, még Pált is meg tudta akadályozni a sátán, hát miért nem szólt rá Jézus nevében, azt akkor megyünk előre, mert kb. Ez a hozzáállás, de nem. Azt mondja Pál, volt ilyen is. Sátánnak bejött a terve, összejött neki, nem tudtunk elmenni. És igazából itt mutatkozik meg a szellemi növekedésünk egyik akadályának a kulcsa, hogy hogyan tudjuk megtanulni a kudarcainkat kezelni. Mert ha nem tanuljuk meg a kudarcokat, veszteségeinket, vereségeinket kezelni, akkor repülni fog a fejszefej. Ahhoz, hogy sikeresen tudjunk növekedni, előre menni Istennek a munkájába, meg kell tanulnunk kezelni azokat a helyzeteket, amikor kudarcok, vereségek értek bennünket, amikor fel kell dolgozni eseményeket, amikor nem úgy jöttek össze dolgok. Ezt meg kell tanulni kezelni. Hát, ha ezt nem fogjuk tudni megtanulni kezelni, és itt látjuk, hogy ez a próféta nagyon jól kezelte a dolgot, hogy az elveszett dolog is visszakerült hozzá, és tényleg ott volt, ahol elvesztette, akkor nem fogunk tudni előrelépni. Akkor belesüllyedünk az elkeseredésnek a mocsarába, sokkal inkább nyitottabbak leszünk a gonosznak a munkájára. Fontos, hogy tanuljunk meg nehézségeket, kríziseket kezelni. Elengedhetetlen dolog a növekedéshez, és itt a próféta fiú úgy látjuk, hogy nagyon jól vizsgázott ebben a történetben. Henry Fordról maradt fent egy idézet, aki azt mondta, hogy a kudarc egy olyan lehetőség az újrakezdésre, csak intelligensebben kell csinálni.
Érdekes világi gondolat, úgy fogtam meg, hogy tanulni kell a kudarcból, és legközelebb jobban kell csinálni. Ez a lényeg az egésznek. És ahogy látjuk az igében, többször volt, hogy ha nem így megy, akkor úgy megy, ha Isten nem így vezet, akkor úgy fog vezetni, és Pál apostol nagyon jól tudta kezelni ezeket a helyzeteket. És itt érkezünk el a történetnek a lényegéhez, hogy ezek az elveszett és az elsüllyedt dolgok, amiket Isten adott nekünk, hiszen mink van, amit ne kaptunk volna, akkor hogyan tud visszakerülni hozzánk? Mit vesztettél el, mi a helyzet ma veled? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ebben a történetben egy szó visszhangzott bennem, amiközben olvastam, és ez a szó az volt, hogy hiányérzet. Éltetek már át olyat, hogy nem tudtátok megfogalmazni, hogy mi az, de valami hiányzik. Éltetek át már ilyet? Éreztétek, hogy valami nem stimmel, valami hiányzik, nem tudtátok megfogni, nem láttátok, mindjárt látjuk, hogy milyen következményei vannak, de valahol éreztük belül a szívünkben, szellemünkben, hogy valami hiányzik, valami nem kerek, valami nem teljes, valami nincs rendben. És ez nem az váltotta, hogy esetleg valamilyen konfliktusunk volt, valami szellemi harcunk, vagy valami ilyesmi, hanem tényleg valaminek a hiánya. A 2 Péter 1.3-ban azt olvashatjuk, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Itt a minden szóra szeretném feljön a figyelmet. Isten mivel ajándékozott meg bennünket, ami az életre és a kegyességre való? Mindennel. Tehát egy hívő ember azt mondja, hogy Istentől nem kaptam valamit, az hazudik. Tehát az, hogy és nagyon érdekes, hogy itt nem a biosz meg a biotikusz kifejezés van, hogy az élet, tehát a föld életre vonatkozó, hanem itt a zoé kifejezés van, a természet fölötti életet. Isten nem csak a földi életedről gondoskodik ebben az időszakban, hanem a természet fölötti életedről is, amit Krisztusban nyertél az újjászületéskor. És mindennel megajándékozott. És arra is, ami a kegyességre, vagyis az Isten félelemre, az Isten tisztelő életre vonatkozik. És a legnagyobb probléma az, amikor a hívők nem veszik észre, hogy ezt elvesztettük. Hogy valami hiányzik az életünkből. Valamit elvesztettünk, valami munka közben elrepült, eltűnt, és üres fejszennyéllel mászkálunk. Éljük a hívő életünket, de nincsen már látásunk. Az álmaink valahol elsüllyedve hevernek, szolgálataink gyümölcstelenek, nem tapasztaljuk Isten áldását, munkáját az életünkben. És amikor egy ilyen helyzetbe kerülünk, ebbe a hiányi helyzetbe, és nem tudjuk a megoldást, nem tudjuk jól kezelni ezt a helyzetet, akkor jön az ellenség, megtalálja a rést, befurakszik, és akkor mondja a magáét. És ahogy mondtam, ez a történet ilyen szempontból is nagyon bátorító, hogy ez a proféta fiú nagyon jól tudta, hogy mit kell tenni. És nem azt csinálta, hogy hogy kéne ezt a dolgot megúszni, hát majd legfeljebb azt mondom, hogy éjszaka, míg aludtam, Géházi odaosont, azt ellopta. Már az egy jó kifogás például. Vagy miközben aludtam, valaki kicserélte egy rosszabbra, és hát tönkre ment. Nem tudtam vele mit kezdeni. De mondhatta volna azt is, hogy hát ezt már úgyse fogjuk tudni befejezni, én voltam a legfontosabb szereplő, elhagytam a fejszémet, úgyse fog ez sikerülni, felesleges is foglalkozni vele. Vagy azt is mondhatta volna, hogy biztos, hogy Elízeus az egyetlen ember, aki tudja, hogy mi a megoldás. Menjünk el egy másik gyülibe, ott biztos, hogy jobb valami. El kell menni egy másik gyülekezetbe. Amikor valaki így kezd el gondolkozni, az rosszul kezeli a hiányjelzetet, a problémát az életében. Majd látni fogjuk, hogy ez a proféta, a őszintesség és a kristálytiszta látása volt arról, hogy ezt a problémát hogyan lehet kezelni és megoldani. Ezért is mondtam, ezek a proféta iskolák nagyon jók voltak ebből a szempontból, ahogy így tanulmányoztak, ugye dicséreteket énekeltek, profétai révületben voltak, Istentől kaptak kijelentéseket, és ez egy jól felkészített probléma volt, aki tudta kezelni a krízist, és nem játszottam meg még ott akár este 6 óráig, hogy az üres nyéllel csapkod jobbra-balra, és hát ugye nem vágott ki egy fát se. Itt van egy ilyen történet is, ezt nem tudom, hogy tudjam elmondani, de a lényeg az, hogy valaki egy motoros fűrésszel ment ki az erdőbe fát vágni, és hát csak nem tudott vágni. És akkor, mikor visszament a boltba, mondta, hogy ez nem működik. Azt mondja, miért? Behúzta és működik. Jéjének ilyen hangja van, eddig nem volt. Tehát valahogy nem jól tudjuk használni ezeket a dolgokat. És amikor ez a hiányérzet fellép, ilyenkor kell feltenni a kérdést, mit vesztettem el és hol? Ez a mai napnak is a kérdés, hogy mit vesztettem el és hol? Miért állt meg a növekedésem? Miért állt meg a keresztény életem? Miért van az, hogy stagnálok már egy ideje? És
elveszítettem a vágyat arra, hogy az Urat szolgáljam, nem tapasztalom Istennek az erejét az életemben, gyenge, erőtlen a hívő életem, nem tapasztalom Isten áldását a mindennapokban, minden csak kudarc és vereség, nem tudok már hinni Istentől kapott dolgokban, bizonyos dolgokat Isten megígér, de nem kaptam meg, és most már nem tudok benne hinni, elveszítettem a hitemet, nincs öröm az életemben, az Isten királyságának az öröme az nyomokba sincsen, olyan jó 30 méter mélyen, ugye, eltemetve. Már nem vagyok olyan buzgó, mint korábban voltam. Nincs békességem. Elveszítettem az Isten félelmet. Ezek mind-mind annak a jelei, hogy valamit elvesztettem, és valami hiányzik. Ha megnézzük a bibliai történeteket, akkor egy párat soroltam csak fel itt. Az egyik a efézusi gyülekezet, Jelenések 2:4-5. De az a mondásom mellett, hogy az első szeretetet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteidet cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Korábban azt olvasok, hogy az efézusi gyülekezet egy fantasztikus gyülekezet volt. Szolgálták az Urat, megvizsgálták a tévtanítókat, leleplezték a hamis apostolokat, egy csomó dolgot jól csináltak. De azt mondja Jézus, hogy ez így nem lesz jó, mert valamit elhagytatok, valami nagyon hiányzik. És hiába végeztek sok értékesnek sok fontos dolgot, a legfontosabb hiányzik. Az irántam való szenvedélyetek. Az első szeretetnek a tüze. Látszólag mindent jól csináltak, jól működött a gyülekezet, növekedett és minden rendben volt. De volt egy hiány a gyülekezetben, ez pedig az Úr megismerés és a szenvedélyének a tüze. Ez hiányzott Efézusból. És azt mondja Jézus, hogy ha ez el fog maradni a gyülekezetből, mi lesz a következmény? Sötétség. Kimozdítom a gyertyatartódat. Sötétségbe fogsz borulni. Amikor az első szeretet tüze egy hívő ember életéből úgy elkezd pislákolni, kihújni az Úr iránt való égő szeretet tüze, az egy nagyon-nagyon nagy figyelmeztető jel. Az egy olyan hiány érzetnek kell az emberbe lennie, ami talán nem sok mindenhez fogható. Amikor nem érzem Istennek a jelenlétét, nem érzem Istennek a szeretetét, Istennek azt a kedves, drága, megvigasztaló, vagy akár intő-feddő jelenlétét, az egy óriási jel, hogy valahol elvesztettem. Valahol kiszorult az életemből, valami bekerült az Isten szeretetének a helyére. És általában a világnak a szeretete szokott a legtöbbször lenni. Vagy esetleg fiatalok életében a másik oldal romantikus érzése, aminek megvan a helye, nem is ezzel van a probléma, csak nem kerülhet az Úr iránti szeretetünk és szenvedélyünk elé. Aztán azt látjuk, hogy a pergamoni gyülekezetben is nagyon sok mindent jól csináltak, de engedtek a bálványimádásnak. Ott pesztettek el egy csomó mindent. És vissza kellett menni oda, hogy ezt felszámolják a gyülekezetben. Tiátirában Jézabel problémája volt az, ami miatt a gyülekezet kikerült Istennek az irányítása és az uralma alatt. De lehetne még sorolni a szárdészi gyülekezetet is, ahol az Isten irgalmasságából fakadó cselekedeteket hagyták el valahol, és emiatt a gyülekezet halottá vált, teljesen meddővé vált. Az a nevet, hogy ez pedig halott vagy. És végig lehet menni ezeken a történeteken, hogy amikor valami hiányzik, valami nincs ott egy gyülekezetben és egy közösségben, akkor annak mindig nagyon nagy árat kell fizetni. Személyesen is, de gyülekezeti szinten is. Aztán Bírák 16:19-20 szintén jól ismert történet. És elaltatta őt az ő térdein, mármint Delila, és előhívott egy férfit, aki lenyírta az ő fejének 7 fonatékát, és kezdte őt kínozni. És eltávozott tőle az ő ereje, és mondta, rajtad a filiszteusok, Sámson. Nika pedig az ő álmából felserkent mondta, kimegyek most is, mint egyébkor, lerázom a köteléket, mert nem tudta, hogy az Úr eltávozott őtőle. Sámson a kenetet veszítette el. Volt az életében egy pont, amikor fontosabb volt a nőkkel való közösség és kapcsolat, ráadásul egy paráznanővel való közösség és kapcsolat, mint az Isten népével való együttlét, az Isten népének való szolgálat. És az a szörnyű, hogy amikor felkelt, nem vette észre, hogy nem volt már vele az Úr jelenléte. Nem döbbenetes? Felemel egy több tonnás vaskaput, felviszi a hegytetőre csak úgy poénból, megfogdossa a rókákat, agyonver egy szamárálkapocsal több száz embert, neki ez nem volt probléma, egy igazi Herkules volt. De amikor Isten jelenléte eltávozik, azt nem vette észre. Pedig voltak előzményei, látta, hogy hol vezet ez a dolog, és addig-addig játszott a tűzzel, amíg végül tényleg kisiklott az élete.
És sok ilyen példa van a Bibliában, amikor emberek elhagynak, elveszítenek dolgokat, és ahogy mondtam, a legszörnyűbb az, amikor nem vesszük észre, hogy ezek a dolgok eltűntek. Már a következményeit látjuk majd később, de amikor elkezdjük úgy élni a hív életünket, mint korábban, de már elkezdenek dolgok hiányozni az életünkből. És nagyon hamar kiszorul az Isten iránti szeretet, a szenvedély, a tűz, a szolgálókészség, a látás, az elhívás. Számtalan oka lehet neki. De fontos, hogy amikor ezt tapasztaljuk, hogy állunk, stagnálunk és fellép ez a hiányérzet, akkor kezdjük el megvizsgálni az életünket. Most látni fogjuk, hogy ez már egy fontos lépés lesz a gyógyulás felé, de ugyanilyen a házasság is. Mondjuk, hogy egy házasságban hiányérzet van bármelyik félnél, akkor mindig azt kell megnézni, hogy mit rontottunk el. Kevesebbet beszélünk, többet töltünk a hobbiainkkal, kikapcsolódásunkkal, vagy csak teljesen önzőek lettünk, és azt nézzük magunknak, mi a jó. Vagy valakiknél a gyereknevelés során veszett el a fejszennyél, a fejszefej. Valahogy nem jó helyre suhintottak. Valahogy nem volt kellő időben meg az a fajta nevelés, az a fajta problémakezelés, aminek lenni kellett volna. Vagy valaki például a munka iránti szenvedélyében odáig megy, hogy egyik munkaerő lohol a másikról, egy kicsikét többet fizetnek, egy kicsikét többet lehet dolgozni, és már sokkal kevesebb fog idő jutni a gyülekezetre is, és az Úr dolgára. És akkor megtörténik a baj. Lerepül a fejszefej, és mondom, lehet még végezni látszólag a munkát, az üres fejszennyéllel lehet csapkodni, de annak se eredménye, se gyümölcse, se áldása, annak már semmilyen nem lesz. És ilyenkor egy józan hívő ember úgy gondolkozik, hogy ezt a problémát meg kell oldani. És nagyon tetszik ennek a proféta fiúnak a hozzáállása. És azt látjuk a történetből, hogy vannak olyan elrontott dolgok, vannak olyan elhagyott dolgaink, amit már csak Isten tud megoldani. Lehet emberileg erőlködni, nem olvassuk azt, hogy a fiú felkapott egy búváruhát, vagy lemerült, mint egy gyöngyhalász, hogy felhozza a vasat, mert megtehette volna. Lehet, hogy tudott is úszni. Nem tudjuk. Nem kezdett el maszek megoldásokat kitalálni, hanem ő a megoldást kereste. És ez nagyon fontos dolog, hogyha vissza akarjuk kapni az elhagyott, elveszített dolgainkat, akkor legyünk őszinték és alázatosak. Hogy Uram, ezt nagyon elrontottam. Uram, valami nagyon-nagyon félrement az életembe. A kudarc bevallása és felismerése mindig ez az első lépés. Ahogy mondtam, ez a proféta fiú nem menteketőzött, nem kereste a kifogásokat, vállalta a felelősséget és segítséget kért. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Nem másokat hibáztatott, nem az volt, hogy Elisa udvarba vágott hátulról, aztán ijedtem, belejtettem, vagy valami, vagy hogy reggel nem volt időm megélezni, nem keresett kifogásokat. Azt mondta, hogy oda ment a prófétához, elvesztettem. Én vagyok a hibás. És sokszor ez a legnehezebb a kudarcoknak a bevallása és felismerése, hogy nem másokat hibáztatok az elrontott dolgaimért, hanem egyedül, Uram, én vétkeztem. Én vagyok a hibás. Nem keresek kifogás, nem hibáztatok másokat. Sok keresztény azért van még benne problémákban, mert mindig azt keresi, hogy ki volt a hibás. Minden csak nem én. Mindenki hibás. A főnököm, a tanárok, a beosztottam, mindenki hibás. A pásztorom, a vezetőm, bárki. Csak nem én vagyok a hibás. Az őszinte szembenézés a legjobb ilyen helyzetbe, hogy megtegyük a helyreállás felé való utat. És hogyha meg akarjuk tapasztalni valamennyien Istennek az erejét ilyen szituációkban és helyzetekben, akkor el kell ismerni, hogy problémánk van. Azt mondja ugye, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll. A büszke emberek, akik büszkék arra, hogy na majd én megoldom, majd ezt én a saját eszemből, kútfémből megoldom a problémát, nem fog működni. A büszkeség egy óriási akadály abban, hogy Isten helyreállítsa az elrontott dolgokat. Amíg az ember nem alázza meg magát, nem megy oda az Úrhoz, hogy Uram, elrontottam, bocsáss meg, szeretném visszakapni. Addig Isten nem fog tudni beavatkozni. Lehet, hogy imádkozol, lehet, hogy böjtölsz, lehet, hogy ima támogatást kérsz, de amíg itt belül nem változik meg a helyzet, amíg a hozzáállásod és az attitűdöd nem változik meg, addig nem fog működni, bármennyit is imádkozol. És lehet Istent hibáztatni, hogy nem hallgat meg 5-10 éves imádságot, de nem fogja tudni eddig meghallgatni, amíg ott van ez az akadály az életedben. És ezt láttam az első és nagyon fontos problémának, hogy ez a büszkeség tűnjön el az életünkből.
ez jött fel nagyon bennem, hogy ez a büszkeség sokakban ott lehet, mint akadály abban, hogy Isten tényleg helyrehozza az életét. És bármire lehetünk büszkék, ajándékainkra, elhívásunkra, munkánkra, előléptetésünkre, akármilyen pozíciónkra, bármire lehetünk büszkék. Ez akadály lehet abban, hogy tényleg Isten szerint lássuk és felismerjük a dolgokat. És valakinek ugye az is problémát okoz, hogy nem mer segítséget kérni. Itt is azt látjuk, hogy nem egyedül oldotta meg, hanem Istennek ma is vannak emberei, akik tudnak segíteni elveszett dolgok megtalálásában. Itt most a katolikus szent tradíciónak a Szent Antal féle eseményéről nem szeretnék beszélni, ez kimeríteni a mai ige hirdetésünk témakörét, de ott ugye az a verzió lép még opció számításba, hogyha valami eltűnik, akkor ő segít ebben a helyzetben. Ezt én most protestáns résztől nem kommentálom. De mi itt a gyülekezetben, meg úgy általában, azért Istennek vannak emberei, akik segítenek abban, hogy ha esetleg őszintén szembenézel a problémáiddal, akkor tudnak segíteni. Fontos, hogy legyünk ilyen szívvel. És ez a próféta fiú így végül is megtalálta a megoldáshoz vezető utat. Nem volt egyszerű. És azt olvassuk ugye, hogy Elizeus komoly segítséget nyújt ennek a próféta fiúnak, és az volt a kérdése, hogy hová esett. És mindig ez a legnagyobb kérdés, hogy amit elvesztettünk, ott van, ahol beleesett a folyóban. Ez a vasnak van egy olyan tulajdonsága, hogy elég jó anyagból van, az ahol beleesett, az jó eséllyel ott is marad. Ha csak nem valami cunami jön és eltakarítja onnan, az azért jó eséllyel ott van. Jordánban voltak már csodák, itt nem olvassuk azt, hogy a víz elvitte volna, de ott van, ahol elvesztetted, és oda kell visszatérni. Nem kell az alapokat ismét lerakni, nem kell a megtérésedhez visszamenni ezelőtt 20-30 vagy 10 évre, hanem mindig addig kell visszamenned, ahol még megvolt a tűz, ahol még megvolt a szenvedély, ahol még megvolt az Isten iránti elköteleződés, a gyülekezetbe járás, a házi csoportba járás, az igeolvasás. Épp a múltkor beszélgettünk házi csoporton, és nagyon érdekes volt, hogy egyik testvér mondta, hogy olyan élethelyzet alakult, hogy kevesebbet tudott igét olvasni, az Úrral közösségbe lenni, és pár hét alatt meglátszott rajta az eredmény. Már kijöttek azok az óemberi dolgok, amiknek nem kellett volna. Nem sok idő telt el, és tudta, hogy vissza kell menni a forráshoz. A probléma ott van, mikor elmaradt a reggeli vagy az esti áhítat, odáig kell visszamenni. Nem 20-30 évvel korábbra, hanem csak addig a pontig, ahol elvesztettük a dolgot. Valakinek odáig kell visszamenni, hogy meg kell bocsátani valakinek. Mert ott jött be az életébe a harag, a düh, a keserűség, megbocsátatlanság van a szívében, és addig nem fog tudni előre lépni, amíg nem rendezi ezt a dolgot. Akár a testvérek közötti konfliktusok, nézeteltérések, vagy valakinek a rossz döntések helyére kell visszamenni, amikor hoztunk egy nagyon rossz döntést, akár egy munkahelyváltás kapcsán, akár egy szolgálat kapcsán, akár egy isteni érintés kapcsán, amikor Isten határozottan mondott valamit, és nem tettük meg, és a Jónás szindrómába szenvedünk, hogy nem Ninivébe megyünk, hanem Tarziszba megyünk. Mindig oda kell visszatérni a problémának a forrásához. És az a legfigyelmeztetőbb az egészbe, hogy ez gyorsan megoldódott ez a probléma, mert azonnal keresték rá a megoldást. De miért van az, hogy sok hívő 8-10-15-20 évig van benne egy helyzetbe, és nem keresi a megoldást? És ülálkozik, hogy lelkileg kiskorú marad, stagnál az élete, valamikor 30 éve végig olyan komoly hívő voltam így meg úgy, hol vagy most? Vezetőnek kéne lenni, tanítónak kéne lenni. És én mindig azon bekengsz, hogy most az evangélium most humon az Új Szövetségbe, vagy az Ószövetségbe. Itt kezdődik a probléma. Feltárni azt, hogy hol van a probléma, és ne húzzuk, és ne halogassuk a dolgot. Minél több idő telik el a probléma kezdetétől a megoldásig, annál több keserűség, fájdalom, céltalanság, rengeteg nyomorúságot vesz az ember magára, amíg nem tér meg, nem tér vissza ahhoz a helyzethez. Nevezhetjük ezt egy ilyen spirituális folyóparti sétának is. Nyilván nem a Moszkva folyónál, hanem meg nem a Jordánnál, meg a Tiszánál. Most nyáron lehet majd gyakorolni egyébként a Tiszatónál, aki kicsikét ilyen romantikus alkat, ott is lehet majd elmélkedni, szerintem meg jókat imádkozni. De fontos, hogy végigmenjünk azon a szakaszon, ahol még megvoltak a dolgaink. És nézzük meg, hogy hol hagytuk el. Ez a próféta csak annyit kérdezett, hogy
a prófétától annyit kérdezett Elizeus, hogy hova esett? Oda. Jó. Elizeus fogta a fát, bedobta a vízbe, és ugye természet fölötti kettős csoda történik, mert nem csak a vas lebeg, hanem a fa is elsüllyedt először. Tehát sokszor Isten, ahogy mondtam, természet fölötti módon tud belenyúlni nagyon komoly és nagyon-nagyon nehéz élethelyzetekbe. Látszólag elveszett, elsüllyedt, elhalt dolgok is helyre tudnak kerülni. Mert Istennek van hatalma arra, hogy visszaadja azokat. Nekünk már nincsen. Mi nekünk lehet, hogy már végigötleteltük a dolgot, de nem jutottunk eredményre. Megengeded Istennek, hogy felvegye azokat a dolgokat, és odaadja a kezedbe, amiket elhagytál. Ez a nagy kérdés. Belátni, hogy Uram, tévedtem, elrontottam, Istennek van hatalma, hogy visszaadja. Az új szövetség Jézust úgy jellemzi, hogy a nagy kereső. Tudtátok? Az emberfi azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Krisztus először az elveszetteket keresi mindig, de törődik a legkisebb, legapróbb problémáddal is. Akár betegségben vagy, akár szegénységben, akár a számlák miatt aggódsz, bármilyen problémád van, Isten törődik a legkisebb nehézségeddel is. De Jézus jó nagy kereső. Emlékezhettek a bibliai történetre, a Lukács 15-ben három elveszett dolog is van. Emlékeztek rá? Az elveszett drakma, az elveszett lyuk és a tékozló fiú története. És mindegyik megkerült. Nem volt lehetetlen Istennek. És volt nagy helye húja a mennyben. Hát Isten megszerezte, visszaszerezte, és helyreállította azokat a dolgokat, amelyek eltűntek. És nézzétek meg, hogy mennyire fontos, hogy amikor Isten elkezd ezeket a dolgokat helyreállítani, sok esetben a Szent Szellemnek, Szentléleknek a vezetése kell ahhoz, hogy megtaláljuk, hogy tényleg hol mentünk félre, hol mentek el a dolgok az életünkbe. Valamikor már mi se tudjuk. Annyira belesüllyedtünk a mocsárba, annyi mindent elhagytunk, hogy már a szelét számát sem tudjuk. Fénykeresővel kéne végigjárni a Jordánt, hogy összeszedjünk mindent. Annyi mindent elhagytunk. Mert elveszítettük az egyik dolgot, és utána már, mint a dominó dől el a többi. És mindig, ahogy mondtam, a legfontosabb, hogy visszatérni oda, ahol elvesztettük. Emlékeztek Máriára és Józsefre? Mennek haza, miután Jézusnak a bemutatás, vagy a Jézusnak a bármit szója van Jeruzsálembe. Mennek haza, és mi történik? Elvesztették Jézust. Azt hitték, hogy ott van a tömegben, de hát Jézus nem volt ott. Mit kell csinálni? Názáretbe mentek? Nem, hanem vissza Jeruzsálembe. Hol hagyták el? Hát ott. Nem mentek Betlehembe, hogy hát esetleg a fiú hazament a nagyihoz, vagy valami. Semmi ilyen nem volt. Mert közel volt egy óra, másfél óra séta Jeruzsálemhez Betlehem körülbelül, nem egy olyan nagy távolság. Nem, tudták, hogy Jeruzsálembe kell keresni. És megtalálták? Megtalálták. Igaz, hogy a legjobb dolgába volt elfoglalva. Szerintem Jézus még zavarta is, hogy a szülők itt okvetetlenkednek, engednek, mikor ő rabbikat tanítja. De csak Jeruzsálemig kellett visszamenni. És tudták, hogy hol van. Vagy nézzétek meg Pétert, amikor megtagadja Jézust. Hol tagadja meg? Egy szolgáló lánynak az udvar közepén egy kis jó farakás tűz mellett, igaz? Jézus hol állítja helyre? A parázsló tűz mellett. Azt újra kellett izzítani. Péter nem ment vissza a szülői házba, hogy kísírja magát, hogy kezdjem előről az egészet, és akkor úgy, ahogy annak idén 3 éve elkezdtük, nem. Péter, szeretsz engem? És Jézus helyreállítja. Péter megtalálta az elveszett dolgot, de a tűzig kellett visszamenni, a találkozási pontig, amikor Krisztussal találkozhatott. Majd nézzétek meg Sámsont. Ott van ugye a filiszteusoknak a börtönében, ott van rabláncon, csak közben kinő a haja. Visszajött az erő, visszajött a kenet. És ezt már Sámson tudta. Volt ideje elgondolkozni. És nem volt kérdés számára, hogy amikor oda viszik, hogy bulizzanak vele, X-faktort játszanak meg mindenféle dolgot, hogy bohózkodjon ott nekik, akkor csak a két legerősebb oszlopot kérte, amíg nyugszik a ház. Mert tudta, hogy Isten ereje vele van. Mert Isten visszaadta neki. Nem volt kérdés számára, hogy Isten ereje vele van. Imádkozott egyet, és aztán megcsinálta, amit megcsinált. Egy brutális katasztrófát csinált ott. Mert Isten visszaadta neki azt, amit elveszített. És a Biblia hithősként írja le Sámsont. Függetlenül attól, hogy mit követett el, mert ott a tömlöcben volt ideje neki megtérni és visszafordulni az Úrhoz.
és azt mondani, Uram, elvesztettem az erőmet, elvesztettem az elhívásomat, elveszítettem a veledből a közösséget, szeretném Uram visszakapni. És Isten visszaadta neki. Kinőtt a haja, Nazír fogadalom ismét működésbe lépett, mert Isten ajándékai és elhívásai visszavonhatatlanok. Azért akarja visszaszerezni neked, azért akarja visszaadni ezeket a dolgokat, mert mindent tőle kaptunk. És nem akarja úgy élni a hívő életedet, hogy nincs benne tűz, nincs benne szenvedély, nincs benne szeretet, nincs benne irgalmasság, könyörület, nincs benne szolgálatkészség, nincs benne növekedés. Isten ezt akarja, hogy ez jól működjön az életünkbe. És nézzétek meg, nem a próféta veszi ki a fejszét, hanem neked kell kinyúlni, és nekem kell kinyúlni. Én vesztettem el, nekem kell kivenni. Más nem fogja helyetted megtenni. És ilyenkor ugye, ahogy mondtam, ezt hittel kell megtenni. Isten, amikor csodákat tesz, természet fölötti módon teszi, és ezt ne kezd el racionálisan megmagyarázni. Ne kezdj el kombinálni azon, hogy Isten hogy fogja ezt a dolgot neked helyrehozni, vagy megoldani. Akkor csak bajba kerülsz, ha elkezdesz okoskodni. Bízz rá Istenre. Olyan dolgot veszítettél el, amire tényleg nagy szükséged van, ami tényleg szükséges a szolgálathoz, meg mindenhez, Isten vissza fogja tudni neked adni. Nem tudjuk hogyan. Itt látjuk ugye, hogy egy ilyen természet fölötti csoda történt ebben az esetben, de Isten mindig belenyúl azokba az élethelyzetekbe, amikor belátod a hibáidat, felismered, hogy hol rontottad el, és kész és képes vagy helyreállni. Ezt Isten mindig megjutalmazza. Nem tudjuk, hogy milyen módon, de Isten meg tudja tenni. És azt is el fogja mondani, hogy mit tegyél, hogy nyújts ki a kezed, hogy végre nyisd ki a Bibliát, hogy kicsikét hamarabb gyere a gyülekezetbe, hogy menj el meglátogatni egy-két testvért. Kis apró dolgok, csak nyújts ki a kezed. Ilyenkor már csak a hit fog működni. És Isten szeretné, hogy hitáltal működjenek a dolgok az életünkbe, mert anélkül nem lehetünk kedvesek előtte. És egy igével szeretném befejezni bátorításul, buzdításul. Jeremiás prófétának van egy megdöbbentő kijelentése, és nagyon feljött bennem, amikor készültem a szolgálatom, hogy hogy lehetne jó végkifejletet adni neki ennek a történetnek, azon kívül, hogy maga a történet ugye pozitívan végződik. Jeremiás 8:20-ban ezt olvashatjuk. Elmúlt az aratás, és véget ért a nyár, de mi nem szabadultunk meg. Bátorítás is, és figyelmeztetés is. Az aratás már lassan elmúlik. Izrael ilyenkor már elmúlt. A nyári időszak még tart. 1-2 hónap. Lehet, hogy 3 is lesz. Ne menjünk úgy neki ennek a nyárnak, hogy a végén azt mondjuk ősszel, hogy nem szabadultunk meg. Fontos a pihenés, fontos a kikapcsolódás. Hála az Úrnak gyülekezeti szinten is meg tudjuk tenni. De szánjunk időt arra, hogy sétáljunk végig azon a folyóparton. Ne teljen el úgy ez a nyár, hogy ne szerezzük vissza azt, amit elejtettünk, amit valahol elhagytunk útközbe. És Istennek van hatalma arra, hogy természet fölötti módon is, de visszaadja, visszapótolja azokat a dolgokat, és kárpótlást adjon azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske és minden ilyen dolog. Jézus meg fogja neked keresni, ő fog segíteni benne. De ne felejtsd el, ott van, ahol elvesztetted. Amen.